részleteim, ezt mondjuk a BM-nél a felelős adatörünk gazdálkodás, ez megint egy másik. Igen, ennek a technológiai hátterét a BM igyekszik majd biztosítani, és az elkövetkezendő egy év vonatkozásában a legfontosabb teendőnk, illetve személy szerint nekem is az egyik legfontosabb feladatom a jelenleg futó fejlesztési projekteknek a lezárása és a ott fejlesztett alkalmazások, illetve különféle közigazgatási szolgáltatások, vagy állami szolgáltatások üzembehelyezése. Ez az elkövetkezendő egy évben szerintem újrásszerű eredményeket, vagy fejlődést fog eredményezni, mind Magyarország tekintetében, mint pedig az állampolgárok, illetve az ügyfél élmény tekintetében. Az egyébként milyen távról egyébként sok ideje beszélünk, amikor majd egy kártyán azonosítjuk magunkat, fizetünk vele, nem tudom, ami telefonálunk és intézünk minden egyfelől, másrészt meg mindent, mondjuk akkor, ahogy mondták, az hotelben ülve, otthonról kényelmesen és nagyon gyorsan tudunk elintézni. Ez egy ilyen időtáv. Abban sem vagyok biztos, hogy az egy kártya is szükséges lesz, tehát azért vannak már alternatív megoldások. Nyilván ez majd a jövő fejlesztési elképzelései, koncepciói. Ugye, hogy elmondod, ne érjünk meg. Például elterjedt is véleményen komolyan foglalkozik a videócsetes azonosítás, videótechnológián. A bőrájövő is gondoltam, akkor nem ugyanaz. Akár az is elközelhető, bár még az egy kicsit, hogy mondjam, fantasztikus élmény lehet, de... ez nem az élmény, ügyfélélmény kapcsán. Ügyfélélmény kapcsán, aki szeretné, ez szerintem az állam most sem gátolja meg az állampolgárait ebben. Egyelőre zsebben voltjuk ezeket a csipeket. Én nem tervezem, hogy ilyesmivel foglalkoznék, de az tény, hogy egyre jobban előtérbe kerül a fejlesztés elképzeléseknél mind az alternatív azonosítási módok, mind a mesterséges intelligencia használat. Tehát, hogyha az ügyfél otthon a fotelben ülve szeretne elintézni, lehet tényleg egy kicsit, hogy mondjam, futurisztikus az elképzelés, de lehet, hogy elég rá gondolni, hogy melyik ügyet szeretne elintézni, és egy nagyon rövid kontaktussal vagy interakcióval elektronikus úton kapcsolatba kerülne az állammal, és a postás majd fog neki csengetni, és mondjuk az igényelt gépjárművezetői okmányát kézbesíti neki. Mekkora szerencső sem az én fejemben, hogy mit akarnék most ügyintézni, sem az önök fejben, mit akarnak most ügyintézni, az ott a beszélgetés, hogy ezt nem tudjuk dekódolni egyelőre. Én csak a magam nevében nyilatkoznék, nekem még egy röldet fogok. Gazdaságfejlesztésben a következő egy év programja. A legkiemelkedőbb az az 5G, és az ahhoz kapcsolódó összes technológia, meg az állami tavasszal is beszéltünk, hol tart most? Most nagyjából azt látni, hogy mivel nagyon drága lesz az infrastruktúra kiépítése, illetve amit sokszor mondanak az emberek, azért többek is egy ponton el is hiszik, hogy másik is így hatásai is lesznek az 5G-nek, mint a korábbi generációknak. Nyilván senkinek nem célja, meg érdeke, hogy 3-4, meg nem tudom hány darab párhuzamos házat épüljön ki, mert nyilvánvalóan drága lesz a beruházás önmagában is. Akár csak egy szolgáltatót csinálja meg. Tehát most az állam ott keresi a szerepét, hogy ugyanott a piacon lévő most szereplőknek valamilyen segítséget adni ahhoz, hogy nekik ne kelljen saját házat építeniük, ugyanakkor mindenki a saját üzleti modelljében megtalálja a számítását. Erre elég jó esély van. Tehát a piaci szereplők egy nagyon komoly és jó korrektív működés. Az 5G-nek a veszélyei, vagy az azzal kapcsolatos gondolkodás, az lehet, hogy mondjuk amíg az eltartom, a fényévek és elléptetek máshozzák, nyilván nem fog annyi ideig tartani annak a kockázat felmérése, mint amennyi a sor kéne, hogy kerüljön. Szóval, hogy mikor várható az, hogy ez valóságos technológiaként rendelkezésre áll az átlagemberek? Ha figyeljük a telekommunikációs cégeket, akkor azért látni, hogy az ősszel már el fog indulni az ügyi szolgáltatás bizonyos helyeken. Azt látni kell, hogy azok a frekvencia tartományok, amiket most meghirdettek aukcióra és amelyeknek most zajlik ez a folyamata, azokhoz annak a három közül kettőnek nem feltétlenül kell új infrastruktúra építés. Hát azt jól látjuk mi is, meg a piaci szereplők is azt mondják, hogy ők a már meglévő tornyaikkal, meg hálózati kapacitásukkal fognak tudni őt szolgáltatásokat nyújtani azokon a területeken, ahol elsősorban az Európai Uniós célkitűzések is érintenek. A súlyúlakott területeken, a főközlekedési vonalak mentén. Tehát ugye sokkal gyorsabb lesz az 5G bevezetése, azt lehet látni, mint amire korábban lehetett számítani.
az biztos, egy év múlva nem ezt fogjuk mondani, és majd rosszabb lesz, nem már... Hanem már ezt sokan használni fogják, inkább a korlátja az inkább a személy használható eszközöknek a hiányából fog fogadni, nem semmint a technológiának a rendeket és állam is. Nagy Zoltán, a miniszterelnökségnek az elképzelésének informási technológiát illetően a következő időszakra. Azért közben úgy azt tegyük hozzá, hogy egy uniós ciklus is lezárul, tehát ugye a fejlesztéseknek egy jelentős része annak is köze van. Szóval mi várnak? Nagyon gyorsan, hogy három dolgot én mondtam, akkor a jövőt illetően szerintem reflektálni András prezentációját. Olyan kereteket kell megteremteni, ahol egyébként életképes a gazdaság, lehet fejlődni, biztonságos jogi normák, szabályozások vannak. Ez nem egy könnyű pálya, nem kiszámítható, sok helyen akár jogautomatikai módosítások is kellnek ahhoz, hogy akár egy komplet adatvédelmi rendszer jogi átgondolása megtörténjen. Azt hogy lehet egyébként mondjuk az önök praxisában megvalósítani, mondjuk ez a technológia, sokszor beszélünk róla, mélysebességgel változtatok, ahogy mondjuk az egyetemeknek is más az érdekében cég, aki azt mondja, hogy a szabályozónak szinte lehetetlen feladat ezzel mondjuk lépést tartani, vagy nem? Szerencsére nekem itt közgazdásznak az is soha nem tartozik valami szabályozás megvalósítása, de ez nem egy olyan, nem egy könnyű dolog. Szerencsére nem vagyunk ebben egyedül, hiszen van egy közigazgatási stratégiai felelős minisztérium, van NHIT, és van más olyan tárcsadi IT, és akik ezzel foglalkoznak, nem csak a mi egyedül munkánk, hanem egy közös kormányzati célkitűzés, amiben szerintem sok vitán már túl vagyunk, és nagyon sok vitán le kell folytatnunk ennek érdekében. Ez egy hosszú távú és valószínűleg soha végre nem érő folyamat, ami így van jó vitákkal és ennek kapcsán remélhetőleg egyedül konszenzusokkal tartítottam. Így középtávon szerintem egy gyors feladatunk. Az elmúlt években születtek olyan szabályozások, olyan technológiai és jogi szabályozások, amik mentén egyszerű lehet az ügyintézés, gyorsulhatnak állami életpolitikus folyamatok. Gondoljunk csak mondjuk a szabályozott elektronikus ügyintézés folyamatainak sztenderdjére, a nagy állami rendszerek közötti adatcserét megvalósítva KKSZB szabványra, különböző szabályos protokollokon keresztül jogszabályi szabályozás mellett lehetőséget adnak különböző rendszerek egymással való sztenderd kommunikációjára. Uniós ciklus itt zárul ebben az időszakban, mert a következő egy-két évben össze kell érjen nagyon sok olyan fejlesztés, ami az elmúlt időszakban ez a elvi célrendszereknál lehet megtanulni. Rövid távú feladatunk pedig azt a naponta kell annak kapcsán küzdenünk, akár a saját kollégáink, akár mindenki kompetencia fejlesztési ügyében, hogy ne azt gondoljuk, hogy egy táblázat akkor jó, így széles, hanem akkor így hosszú, legyenek normalizált adatbázisaink, a keletkező adatokat, a mindennapi munka során keletkező adatokat újra fel tudjuk használni, de végső soron ezzel fogunk naponta harcolni, és remélem, hogy a közös munka végén hosszú távon is. Ugyanis van, hogy ezt végre hajósítjuk már, hogy nem csak ennek közös. Nyerhető, meg van, csak jó, csak nem egy szakaszolva fogunk tudni, mert itt digitális fogét program, az erő egy kívül. Egyébként felszorolni, de mondjuk akkor három osztatban emberről, amint dolgozunk elég intenzíven, ez a digitális Comenius program, az első Orbán kormány idején volt Comenius program, amely egy sikeres tartalomfejlesztés volt. Ugye azt mondjuk, hogy a digitális oktatási stratégia, amit mondtam, hogy kompetenciafejlesztés, digitális gyermekvédelmi, embervédelmet jelent. Ehhez Magyarországon hozzáveszünk a nyelvvédelmet, tartalomfejlesztés, ugye ez a digitális ökoszisztéma komoly veszélyt jelent a mindennapi nyelvhasználatunkra, és tartalom megállítása, összekozása támasztják alá. Tehát ez a digitális Comenius program, ami minden nem nagy állam számára nagyon fontos, hogy saját felhőben, magyar nyelvi környezetben védjük a gyermekeinket, és a egyetlen állampolgárokat, de közben pedig versenyképes kompetenciák. Ez az első. A rendszer esetében, ami nagyon intenzíven gondolkodás, egy új típusú fogyasztóvédelem, új fogyasztóvédelmi eszközrendszer kell itt idejézni a Pintér Sándor szellemét, aki azt mondta, hogy azért az nem jó védekezés, hogy megállapítom a támadást, és próbálom utána még vastagra venni, mondta az ajtót, hogy ne tudják velem. Hát azért elkezdek botorkálni, hogy is kirúgdossa az ajtót, aki be akar jönni. Ugye ez egy klasszikus rendőri mentalitás. Szükség van erre, tehát azért a fogyasztóvédelemnek egy kicsit át kell menni, nem tudom, hogy kriminalizálni kell a helyzetet, de jól látszik, hogy olyan gyorsabb bűnelkövetés, ami már nem polgári büntető jogi elkövetés volt maga után, új eszközrendszerekkel felkészülni. A digitális államkormányzás tekintetében, ami talán érdekes és mindenki számára érthető, ugye a rendszerváltás idején a kommunizmusból kilábalva a Solyom László állított, az akkor meg bíróság nagyon szép dogmatikai rendszer tanított ki a szinguláris adatoknak a dogmatikai rendszeréről. Nem csak Magyarországon, bárhol a világon majd nagyon nagy kérdés, a big data, az adatvagyon, az adattömeg, aznak mi a jogi természetben. Szerzőjogi, dologi jogi és így tovább. A mesterséges intelligencia a koalícióban a legjobb magyar jogászok dolgoznak azon, hogy ebben egy jó választ adjunk. Az angol szászok másképp közelítenek ehhez, amik azt mondják, hogy a millió előbb-utóbb eldöntés esetjogilag kiérlelik magukból. Kontinentális jogrendszerben, amilyen a német, vagy a
magyar homodomonikai fejlesztés van, egy adatolyon törvény szerintem heteken belül elkezdődik az ezzel kapcsolatos szakmai munka, és ugyanígy a robotok esetében kezdeményezünk azt, hogy nézzük meg, hogy a polgári törvénykönyvnak mondjuk egy 5-6 éves perspektívában lehet egy olyan novellája, hogy azt mondom, van a természetes személy, van a jogi személy, és a robotok, a tanuló robotok belátható ügyben el tudnak oda jutni, ahol már nem a termékfelelősség lesz, hanem ha tetszik, lesz egy technológiai személyfelelősség. És ez a science fictionnek az itt, mint a 2030-as perspektívában elképzelhető, hogy a magyar jogrendszerben, elvon magyar állam működésében ez a technológiai személy, mint robotok, definiálni kell, mint önálló felelősség. Hú, azért tök jól belevágtunk így a pszichébe, itt is meg a gondolattal ezért kisítézés kapcsán, mert nem számítottam, viszont utolsó beszélgetés, nem tudom, hogy már mindig búváros irányba, és egy kicsi út. Semmiképpen, hanem hogy már értem, hogy amit nem most tudnak fel a bele, hogy önök mennyire gondolják magukat a hétköznapi életükben digitális elszülöttek, analfabétának, vagy newcomernek, tehát hogy miközben ugye egészen máshogy felelősséggel és átfogóan gondolkodjuk arról, hogy a területükön mit csináljanak ezzel a digitális szumamival, ami hónapról hónapra évről évre érvéket. Erre mondjuk mennyi figyelmet fordítanak a magánéletükben, mennyire gondolják magukat digitálisan felkészültnek, vagy odafigyelősnek. Kellene csak mondjuk legyen, nagyon rég alkalmaztam a 10-es listát, hogy 1-től 10-ig, 10 akkor nagyon felelőse, 1 akkor nagyon nem. Ma egész nap Excel-táblával küzdöttem. Magánéletileg vagy? Nem. Ott még nem tudom. Az a része, ami könnyen meg. Szerintem 8. De én optimista vagyok. Vágulj egyben. Én challenge-em ennek az igazgatást. Nagyon kemény. Nem tudok közigazgatást. Magánembert én tudom. Magánembert. Én nem tudom, a médiamárknak is AVDH-val hitelesített garancia. Imádhatják ott. Igen, nagyon szemben. Én azt mondanám, hogy 10-ben, amit lehet. Magányosan. Elvin Robert? Gyakorló édesapaként olyan korú gyermekem van, amelyik pont ebben a korban él, illetve készségen napi szinten használja, hogy kénytelen vagyok alkalmazkodni hozzá, hogy a kommunikációs kapcsolatot felnek. Hát nincs az, hogy ott a használat az egészen más. Abszolút. Viszont tudatosan használja. Nyilván előfordultunk ilyen figyelmet a párommal. Én magam is hasonlóan Vágójelhelyi úrhoz én szeretem a kihívásokat, és hát én is challenge-elem alapvetően inkább a nemzeti adóismár hivatal, de a helyi önkormányzati rendszert is, mindenféle beadványra is körül. Magas önértékelés, mert a Zoltán úgy teszem, vagy amit, vagyis hadd átlagot rá. Ilyen szép átlag, mert én is szeretnék átlagosan, mi egymást is challenge-eljük nap, mint nap, azt hiszem, hogy ilyen környezetben van. Magánéletünk nem jóval állom, de... Magánéletek digitális képességek. Küzdünk, én azt mondom, hogy ez egy folyamatos tanulás. Tehát, ha már valós formánkon meg így eszel, akkor, mint érettségiző diák lettem rendszergazda, azóta már közgazdászként végeztem, de küzdök folyamatosan. Volt, amikor azt mondtam, hogy tudok programozni, ez napról napra elmúlt, hiszen mindenben rájuk, ezt hozzá kell tanulni. Ez egy folyamatos küzdelem, szeretnék egy szám, hogy én is tízes lenni, és szerintem ez soha nem fog bekövetkezni. Mert hogy most hányos? Valószínűleg valahol a Vágőhelyi Ferenc úr alatt, Rájé Ferenc úr környékén éppen. Elmondás előtte, még úgy utolsó sorban. Tomász, igazából én azt mondom, hogy nem egy dimenziós, tehát valamiben alatt, valamiben nem. És hölgyeim és uraim, ne menjenek nagyon messzire, most egy fél órás kis bréket tartunk mielőtt. Menjenek igen a network-öljenek.